Tematikus hétvége keretében mutatták be a látogatóknak Törökország kultúráját, érdekességeit a Hévízi Muzeális Gyűjteményben. Ezzel a programmal egy korábban elindított rendezvénysorozatot folytattak a múzeumban. Már több mint 10 nemzeteket bemutató hétvégét rendeztünk itt a múzeumban, és most ez a török az aktuális, illetve lesz még a későbbiekben az év során egy egyiptomi hétvégénk. És ennek tulajdonképpen ez az apropója most az idén, hogy szoros kapcsolatokat ápol a város ezzel a két országgal. Megint sikerült szerintem egy elég izgalmas válogatást összeállítani, de ez mindig nagyon komoly fejtörést okoz, mert mit mutassunk meg, tehát nyilván elérhetőnek is kell lenni. Izgalmas is legyen, tehát hogy legyenek rá érdeklődők, mert hát különben értelmetlen volna az egész. Úgyhogy hát szerintem most azért elég jól sikerült a válogatás. A program egyik előadásán Hévíz tiszteletbeli törökországi nagykövete osztotta meg kinti élményeit, és arról is beszélt, hogyan érdemes hozzáfogni ennek az ezerarcú országnak a megismeréséhez. Isztambullal érdemes kezdeni, ami egy ország szinte az országban. Tehát Isztambul az valóban feledhetetlen és kihagyhatatlan. A következő lépésben talán Kappadókia az, ami egy páratlan élmény, természeti látnivalóik és a régészeti emlékeit tekintve is. Akik a történelmi iránt érdeklődnek, azoknak Rodostó, mai nevén Tekirdág feltétlenül ajánlott, hiszen vezérlő fejedelmünknek az emlékét nagyon szépen ápolják abba a városba. És a köbben még nagyobb vállalkozó kedve van, annak jó szívvel tudom ajánlani Dél-Kelet-Anatóliát is, ahol még az archaikus viszonyok még jobban tetten érhetők és megfigyelhetők. Mindig hallunk a Meséskeletről. Valóban olyan mesés? Igen, de azt hozzáteszem, hogy Törökország rendkívül sokszínű ilyen szempontból. Tehát a modernitás éppen úgy megtalálható, mint az archaikus jelleg, és ez regionálisan is nagy különbségek vannak benne. Isztambulban egy városon belül is az egyes kerületek között megvan ez a különbség, de nagyon nagy különbség van mondjuk Izmir, ami egy kozmopolita nagyváros, vagy egy dél-kelet-anatóliai kisváros között. Tehát ez a sokszínűség, ez mindenképpen jellemző. Valóban olyan ország, amely nem csak híd, hanem átmenet is a kelet és a nyugat között. Törökországról persze nem elég mesélni, látni is kell. Így volt ezzel Mánfai György fotóművész is, aki több ízben látogatott el az országba, s rengeteg képet készített odakint. Maga Törökország valóban egy kincses bánya, természeti különlegességekkel, fantasztikus tájakkal és nagyon-nagyon izgalmas és fantasztikus arcú emberekkel. És itt is rögtön elmondanám az érdekességet, hogy ennek egy trükkje van, mert nem szabad, meg nem is szeretik, ha őket fotózzák. Ha én kiszúrok egy jó arcot messziről, egyszerűen már integetek. Adok egy jellet, és akkor elkezd agyalni, hogy ki lehet ez. Csak oda megyek, törökül köszönök neki, és mondom neki, hogy magyar vagyok. Ahogy kijavítanak, hogy Magyarisztán, és hogy tudnak, ugye magyarokat ott úgy hívják, és akkor engedik magukat fotózni, a legtöbbet mind így készítettem. De annyi olyan érdekességek vannak, hisz Kappadókia talán a világon az egyik legjellegzetesebb tájegység, egykoron vulkánok működtek, és a tufarétegeket kihasználva, hogy puhák faraghatók, az emberek oda vájták be a lakásokat, és ott rendkívül sok látható elsősorban a Göreme medencében. Volt olyan kép, amiért nagyon meg kellett szenvedni? Nem. Egyszerűen szerencsém is volt, jók voltak a fényviszonyok. Talán az, hogy bent a Hagia Szófiában nem szabad fényképezni. Ez nagyon-nagyon bosszantott. Minden trükköt megpróbáltam bedobni, de figyelik az embereket. És amikor próbáltam így, hogy oda sem nézek úgy fényképezni, azért mindig volt, aki megrángatta a kezemet, hogy azért figyelnek is, fiam. A rendezvény programjában helyet kapott a gasztronómia is, ebből közelmúltban megjelent könyve kapcsán a külpolitikai újságíróként ismert Szentesi Zöldi László adott ízelítőt. Megírtam az isztambuli szakácskönyvet, isztambuli vendégség címmel. Többször jártam Törökországban, nagyon szeretek visszajárni, sok barátom van. Isztambul város meg úgy került képbe, hogy egy török szakácskönyvnek inkább egy lexikont kellene szentelni. Olyan nagy az ország, ez a hatalmas, majdnem 70 milliós ország. És hát ebben ez a kisváros Isztambul, csak 14 milliós, úgyhogy könnyű átlátni. A lényeg az, hogy tavasszal kimentünk, végigfotóztuk a várost, és ennek az eredménye ez a mostani könyv. A török konyha. Milyen a magyar gyomornak? Mennyire ízlik a magyar gyomornak? A török konyha nagyon ismerős ízeket idéz nekünk magyaroknak. Számtalan olyan ételünk van, ami török közvetítés, vagy közvetlen a töröktől érkezett hozzánk.
Nálunk a Dél-Alföldön, Csongrád megyében, Szeged környékén az öregek még mindig szármának hívják a töltött káposztát. Szárma törökül is, aki Erdélyben jár, azt ugye a románok is szármának hívják. De mondhatnám a kajszi barackot. A kajszi törökül értelmezhető sárga barackot jelent, és megállapították tudósok, hogy a magyar sárga barack genetikája pontosan megegyezik bizonyos anatóliai fajtákkal, tehát biztosan kijelenthetjük, hogy a török hódoltság idején került ide a sárga barack. Számtalan ételünk van, ami török szemléletet tükröz, a lecsótól kezdve, hosszasan lehetne sorolni. A török és a magyar gasztronómia több hasonlóságot is mutat. Erről a program résztvevői egy kóstoló keretében akár maguk is meggyőződhettek.